Halihó, itt Ruinden. Üdvözlök mindenkit a Sosnovka negyedik részében. Vágjunk bele a napi munkákba. A tegnapi nap összejött egy napraforgóára. Illetve hát nem a tegnapi nap, hanem nem is tudom, hogy fogalmazzak a... Mióta megvettük a... szélkereket, és átneveztük a sorozatot Sosnovkára, azóta összejött egy újabb szélkeréknek az ára, de ezt most lehet, hogy nem szélkerékre fogom költeni. Hanem szerintem valami favágó berendezésre, és itt kicsit a fákat megagyusztálom, mert kellemetlen tőlük bejárni itt a földcsücskén mindig keresztül. Úgyhogy szerintem ez lesz, hogy egy favágó apparátusra beruházunk, és utána ipari favágásba kezdünk. Meg azt akarom még, hogy a 16-os, 21-es földet összeszántani. Bár az kicsit tüzének tűnik. Na, jó nagy föld lesz, maradjunk annyiban, de jó nagy föld lesz. A Combine lehet, hogy kicsit kényelmetlenül fog rajta dolgozni, de minden más gép meg marha jól fog menni a nagy földön. Jó, kellenek a kamionok. Meg még egy izét elindítani. Még egy Combine-t. Teheneket etetni kell, úgyhogy nyírjuk most majd a füvet mindjárt. Jó, ez jó lesz, itt lesben áll. Igen. Jó, tehát ahhoz, hogy majd itt jól tudjunk dolgozni a fákkal, itt elkezdem minden nyírni ezt a nagy földet. Hát azt a fát biztos kicsapjuk. Azt is, azt is. Meg szerintem leradírozok egy csíkot a föld széléről. Tehát egy... mondjuk egy nyomtávval visszük a szélét. Hogy ott az épület mellett kényelmesebben el lehessen férni. Valamint szerintem a kisebb házat hátrébb viszem, mert kényelmetlen ráfordulni a nagy istálóra. Ez a kicsi. Oké, hát veszünk egy ugyanilyet. Csak hátrébb. Ja, és egy műhelyt is akarok venni. Na, hogy lesz a jó? Jó, az én izémnek megfelel. Elvárásaimnak. Jó, jó lesz. Na, valamelyik kombájnhoz már kell is menni. Másikhoz is.
Na, ez jól itt van az út közepén. Oké, még szerezzünk egy traktort fűnyíráshoz. Még ez jó lesz. Lenyírom először a kis földet, meglátjuk, mire mennek annyi fűvel a tehenek, aztán lehet, hogy lenyírjuk a nagyot is. Hát most rajta maradt a kanál, de föl lehet emellé csatolnia. Akkor csatoljuk föl hátra, úgyis jó. Én azt hiszem. Jó, az történik, amit várok, akkor jó lesz. Jó, mondtam, mit akarok. Na, vegyük meg a favágót. Tehát hosszú távon, vagy nem hosszú távon, hanem a favágó cuccok az egy izét fog jelenteni. Egy ilyen Ponzi Scorpion Kinget. Ó, egész olcsón adják, drágábbra emlékeztem. És viszont először is kell egy fűnyír, vagy egy jó láncfűrész. És egy szerkezet, amivel a tuskókat megszüntetjük. Veszek egy ilyen jó. Nem is tudom, hogy hívják ezt a valakit. Szerintem csúszó kormányzású rakodó, vagy valami ilyesmi a hivatalos neve. Veszünk hozzá egy kanalat, ez hosszú távú beruházás, ez nem most fogjuk használni. Most ezt fogjuk használni, ezt a tuskóvágót. Jó. Hát én a erdészkedést is kényelmesen csinálom. Az azt jelenti, hogy nem pakolok ilyen rönköket, hanem ledarálom őket fűrészpornak, és utána a fűrészport kényelmesebben sokkal kezelni, mint a tuskókat. Hát kb. Ugyanaz, mint a bálapakolás helyett azt választottuk, hogy csak így kupacokba öntjük a szénát, meg a szalmát. Ugyanaz. Ez a kényelmesebb módszer. Majd meglátjátok. Jó, hogy mindezt el tudjuk hozni, ahhoz kell egy ilyen pakoló. Miért, hogy jó, jó lesz. Oké, tökölünk. Üríteni kéne a kombájnokat. Na, késő. Még éppen hogy megy. Egész eddig. Jó. Ezzel a kamionnal először is kiürítjük. Azt hiszem a nagy földön szója bab van.
a pótkocsiba fogjuk gyűjteni a szójababot, és majd utána elmegyünk a boltba a cuccokért. Így van, villogtatás folyik. Jaj, bocsánat. Ez, hogy hosszú távon ezt a munkást is nagyobbra fogjuk cserélni. Vagy ezt a kombányt. Jó, azért szépen nyírta le itt a kombányt, hogy pont egy csíkot hagyott ki, így majd tudunk igazodni hozzá a hengerelővel. Hogy szépen tudunk egy kis rész lehengerelni a szép széléből, ahhoz a meghagyott csíkhoz igazodva. Vettük ezt a gépet, ez majd a tuskókból fűrészport fog csinálni nekünk, amit beletöltünk a pótkocsiba és eladunk valahol. Ezzel majd fölállunk a pótkocsira. Innen kellett volna jönni eleve. Ja, tudom, az áttöltős pótkocsival maradtunk útban. Fú, sok lett a gép. Jó, valami trágyázási megoldást keresünk.
nem talál bele. Ha, ez egy ilyen tükkös megoldás lesz. Mossuk le a szélét is szépen. Jó, majd itt ezerre ráállunk a cuccokkal. Kell szántani valahol? Nem kell. Hú, igen, bocsánat. Jaj. Van prontó vetőgéppel mehetünk. Repce, vetünk repcét. Ja, túl sok munkás dolgozik, helyes. Ezzel elmegyünk kiüríteni őket. Csak előre felé tud gurulni.
Mondjuk az, hogy jó lesz. Halihó, üdvözlöm a kedves nézőket. Hát annyira jó mégsem lesz, mert nem akar felmenni. Na mindegy, majd oda bontatjuk. Mostanában nem tudok hirtelen jobb munkát, elindítjuk itt. Mert a fűvel egyszer csak lesz valami. Jó, szép munka. Jó, igen, a... Hát ez... hát... Szép. Szép manőver. Jó, teljes bedugulás van a pótkocsikkal. Minden tele van. Ez oda fog menni dolga, ez a jó, hogy nyitva van. Átférni. De ebben még mindig búza van. Haladni kell, följavítom a légi ellenállást. Jó, de a 12-es is jöhet valami vetés. Ez a traktor vetni. Jó lesz.
Vetünk oda is repcét. Az így, lehet, hogy vennem kéne még egy Maestro vetőgépet is. Egy szemenkénti vetőgépet, mert a szemenkénti vetőgép kapacitásunk kicsi, és azért nem vetünk olyanokat. Vagy ha vetünk is, akkor is csak egy-egy földre. Repcét vetünk most. Na, ezzel még elgondolkodok a következő részig, lehet, hogy egy Maestro vetőgépbe is be fogunk ruházni. Ez nagyon régóta áll. Összeszedjük a maradék búzát. Innen is kikapunk pár fát, hogy itt jobb legyen befordulni. Ez egész jól kihúzta. Ennek megint nem akarok nevet adni ennek a figurának. Nem ez kell nekem, hanem a... ez. Hát igen. Tehát, igen. Aha, ez a kombány 27-tel tud menni, 27-et ír a tempomat a gumihevederesnek, aminek lánc gumihevederes nem kereke van elől, az meg csak 20-szal, úgyhogy nem volt, és jó drágán is adták, nem volt olyan jó beruházás. Tehát, hogy ha csinálok egy műhelyt, leszereljük. De rég dolgoztam ilyennel.
nincs egy újabb GCD. Na. Jaj. Ez jó, mert útban van. Jól állok. Így elkezdem finoman postintani. De ez jó. Úgy jól visszük az izét? GCB-t. Ez király. Ragaszkodik. Tudok egy módszert, amitől lehet, hogy leesik. Nem. De, majd. Oké, és ez az a szerszám, ami igazán kelleni fog nekünk. Jó, egy kicsit ráfogatok. Jó, az úzógép, ez meg majd elhúzza valami traktor. Nagyon bíztam benne, hogy föl lehet rakni. Mintha lett volna már valami korhék. Oh! Óvatosnak kell lennünk, doktor. Ó, üresek a üvegház trágyatartó. Jó, tehát az üzét itt kéne lerakni a kanalat valahol. Nem mozdul. Hát ez király.
Jó. Nem megy olyan fényesen ez a szállítás, mint én azt gondoltam. Lábon gyorsabban itt lettünk volna. És megúsztuk volna a pótkocsijára. Na. És mellett. Jövő végén a kamionnal is itt ragadunk. Jó, azt hiszem. Ó, a világ csodája. Na mi van ezzel a kedves lapáttal? Fogadjunk, hogy rossz oldala van a van fölfelé. Hú, valaki megtelt. Áhá, hát mint említettem, régen dolgoztam ilyen gépen. Nagy földre napraforgót szeretnék vetni. Elég volt hirtelen ennyi. Én azt már ki is veszem a temetből. Már a nagy kombány levágja egyedül. Jó.
És hozom a kultivátort. Elkezdem kultiválni a földet. Boronálni. Magyarán. Akinek az útjában áll valami. Fűnyírós volt. Nem tudom, mi történt vele. De nem jutott el a végéig. Ó, víz sincs benne, azt is hozni kell majd. Elméletileg fele-felé bele fog férni, ha minden jól megy. Tömegesen végeztek a munkások. Jó, ezt a kanalat itt hagyom.
Güzel fogunk dolgozni. Ja, tehát mit csinálnak a munkások? A boronálás be van indítva. Itt hagyom. Mondjuk a közepes ekét elhozom, hogy összeboronál. Hogy összeszántsam. Nem messze. Valamiért itt félbe hagytuk ezt a boronálást. Cél előtt nem sokkal. Csak nem sikerült a szemét hülyéknek. Ja, hogy tele van. Jó, akkor az a kis rész itt marad már. Jó, de a szemenkénti vetés mehet. Nem ezzel. Kis, van egy kis GCB valahol. Na most kihagyjuk a szélének a hengerelését, úgy látom, mert elkezdtünk dolgozni. Még ezután is kihengerelhetjük.
Jó, majd itt lesznek valahol az első fák, amiket kivágunk. Ezzel jöjjünk rendsodrózni. Jó. Jó, tehát azt mondjuk, hogy csinálj földet. Az kicsit hamar kihúztuk. Ő valakinek az útjában állnak.
nincs ez meg. Hát igen, ezt rehány úr raktuk le. És megbosszulja magát. Világosan látsz, miért pakoljuk le mindig szépen a cuccokat. Jó, most felveszek egy munkást, mi történik, semmi. Egy kicsit rárakom, hogy biztos ne arra kanyarodjon vissza. Oké, még azt a kis hibát meg kell csinálni. Meg kell csinálni tökéletesen, mert különben a munkások lehet, hogy visszafordulnak rajta. Kikapcsoljuk a földcsinálást. Hát most ez a kis rész csak egyszer lesz bevetve, vagy egyszer lesz bepermetezve, még permetezhetnénk egyszer különben. Ez a repce. Széleit megcsinálom kézzel, aztán már fog menni a munkásnak is. Ez kimaradt egy nagyon pici, de ez már nem kell olyan tökéletesen.
Oké, na próbáljuk ki ezt a favágást. Valaki végzett, azt nézzük meg először. Ja, aha, hát ennek nem megy igazán. Nem végeztél annyira, mint én vártam. Tehát hogy is kéne ezt a favágást előadni? Ezt a fát mindenképpen kikapjuk. Tehát mit is, hogy is kell ezt csinálni? Jön csak valahol lejjebb be. Ja. Na. Nem nagyon szoktam ilyet csinálni, úgyhogy. És a trágyaszóró jól végzett úgy, hogy ez itt állt közben, az király. Ezt a kamiont már mióta keresem. Jó, szép munka. Kivéve az a kis csík, de azt milyen megcsinálom. Ó, hát sokat javult, hogy azt hátrébb raktuk a másik házikót. Azt kell még megoldani, hogy azt a... ezt eladjuk. Valamelyiket. Oké, okay, az történt, amit szerettem volna, úgyhogy jó. Na.
Ó, de béna vagy. Itt még sok munka lenne. Igen, hagyd ki a szélét. Jó. Ezzel elmegyünk megtrágyázni a kaszálókat. Ezért is el kell majd jönni. Na, tehát a fát már kivágtuk, majd földaraboljuk, igen. Elnézést. De a tuskót kicsaphatjuk addig is. Bár ahogy én ezt elképzelem. Igen, ott a tuskó. Bekapcsoltuk. És most hozzápréseljük. Hát ez egyszerűen megy. Na, már. Az esetek nagy részében. Ilyenkor jó, amikor hányja a fűrészport. De hozzá is kell nyomni. Jó. Na, ezt most föl kell darabolgatni valahogy fűrésszel. Akkor a darabokra, amiket kézzel meg lehet fogni, szerintem. Na, ha minden egyes fa ilyen bonyolult lesz, akkor... Én a skorpióval szeretem vágni a nagy fákat. Ez most csak ilyen tereprendezési céllal csináljuk, nem a... nem nagy pénzt remélünk ebből.
közben nem tudom hány munkás végzett. Még nem ez, amelyiket én vártam. Jó, ezzel elmegyünk a fazúzó gépért, nem is tudom, hogy hívják pontosan, faaprító, forgácsoló. Nem, veszünk ezzel még egy szemenkénti vetőgépet. Hogy ne legyünk azzal olyan szerények. Vessünk több kukoricát, meg napraforgót. Arra sarkaljuk magunkat, hogy veszünk még egy szemenkénti vetőgépet. Seed Hawk, egy olyan cuccot láttam a neten, hát tulajdonképpen egy bazi nagy magos utánfutó. Nem tudom hány, de nem ilyen szemenkéntibe, hanem a másik a... sima búza vetőgép. És mit tudom én hány hektárnyi év fér bele egyszerre mag. Ilyen 40 tonnás, vagy valami ilyesmi, tehát így tehát a vetőmag tároló vetekszik a kamionnak a tároló kapacitásával. Na, ezt hamarabb is megjátszhattuk volna, ezt a trükköt. Jó, és akkor még az ízét elhozom. Ja, a fenéket, még olyan feladat van, hogy ezt a földet is meg kell trágyázni. Az összeszedéssel rájövünk.
Jó. Adnak-e valahol jó pénzt? Transport Company-nél. Hát, hogy oda elvisszük. Három ezer körül szoktuk a szóját eladni, most 2900 volt, hát annyira 5600-at fogunk veszteni rajta, így szokás, az nem nagyságrend. Még el kell küldeni majd a vonatot, ha kiürített. Visszacsévéli a padlószalagot, padlószőnyeget. Jó. És most olvastam, hogy hogy működik pontosan ez a pótkocsi. Tehát egy ilyen nagy gumiheveder az alja, és egyszerűen így föl tudja csévélni előre. Itt látszik a kis cucc, meg föl tudja csévélni hátra. Itt is látszik ez a kis csiga betekerő, és akkor ezzel operál, hogy így üríti le magát, meg is lehet pakolni úgy, hogy mondjuk az azt hiszem valami extra, hogy több szalag kell valahova, hogy itt, ide csak a fenekébe berakod a egy adag bálát, behúzza egy kicsit. Megint beraksz egy adag bálát, behúzza egy kicsit. Megint beraksz egy adag bálát, behúzza egy kicsit. Szóval jól ki van találva. De mondjuk terméskövet nem lehet vele szállítani. Meg jó, nagyon jó szigetelést kell gondolom gyártani oda. A két szélére a gumihevedernek. Jó, mi a helyzet a munka világában? Jó, ezek jól mennek. Oké, ezzel mivel fenyegetőztem? Ja igen, hogy az izét elhozzuk le. Hát továbbra se tudom, mi ez a gép tulajdonképpen. Boot chipper angolul. Fa daráló. Nem tudom. Meg fogom nézni a neten, hogy a szakirodalom hogy emlegeti a forgács csináló gépet. Hopp, most élesen vettem. Ó, 162 ezer volt a pótkocsinak szója.
Ja, ez rémlik, hogy régebben is mindig traktorral húztam. Hogy régebben szenvedtem el a pótkocsira fölpakolásra, az nem rémlik. Na, kedves vetőgépek, hogy lesz ez az utolsó? Jó, az végzett. Gyorsan, gyorsan. Jó. Hát ez szar se vesz le a föld széléből. Beállok úgy, hogy a felénél legyen mondjuk. Egy kicsit kifelé tartok. Jó, ez jó volt. Szerintem mondjuk ilyen két lépcsőbe növekedett, vagy izéltünk, csúsztunk el. Itt van egy elcsúszás, meg itt van egy. Jó, mennyivel jobb az épület mellett elmenni? Azt nem tudom. Az nem sokkal még lehet. Mindegy, jó lesz így. Jó, hát tulajdonképpen kész vagyunk a napi munkákkal, nem még el kell hajtani a egy növekedésig.
Jó, ez itt fog kelleni. Készülök lassan a trágyázásra, mert ugye mindjárt majd trágyázni kell a földeket. Szerintem jó, jó, hogy így hátra mozgatjuk. Még itt is van egy harmadik lépcső. Ezt rágyázhat itt, hogyha lesz egy növekedés. Van. Na. Jó. Következő részre megveszem a létező legnagyobb fosfontát. Ja, itt kicsit nem az történik, amit nem várok. És a izének a hatása, szerintem a... Jó, most felvettem egy munkás, most jól csinálja. Mivel ideig még nem érkezett el a növekedés. Érdekes.
A fű nem növekedett, na mindegy. Na, foglalkozunk ezzel. Tehát azt kéne csinálni, hogy ezt előszedjük, vagy kiteregetjük, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Na, pont rosszul állunk vele, kell egy izom. Kidárok egy pótkocsival. A cuccat kicsit odébb lögdössük. És ha minden jól megy, be tudok vele állni, úgyhogy a pótkocsiba lógjon az egyik fele. Jaj. Jó, szerintem így az fog történni, amit szeretnék. Oké. Hozzunk egy darabot, amit bele tudunk dobni. Ó, végzett a permetező, azt tovább küldjük. És itt már csak egy földön kell mennie. Jó, tehát. Legaljazom először. Oké. Object too heavy a fenébe. Object too heavy. Akkor még kisebb darabokra kell vágni.
Valla. Nem tudom, miből vágott és mekkorát. Na jó. Jó, és beleszórja a fűrészport a pótkocsiba. Nagyon jó. Erre vágytunk. Nem túl jól látni ezt a fűnyírót, vagy favágát, hogy hol is dolgozik. Majd csak beleesik. Rajta maradt egy kis baj. Lássuk, hogy állnak ezek a munkások, mert már láttam pár feliratot. Ez azért állt meg itt, mert valami nem jó a földben. Az összeszántással. Jó, azt fogjuk csinálni, hogy most... Jó, itt megállunk és hozunk egy másik traktort egy kaszával. Vagy ősz... És ott, pontosan ott megcsináljuk. A nagyot, valahol egy kisebb. Tudom.
Nagyföldön is volt valahol, ahol megfordult a munkás. Majd ott is figyelni kell és kiigazítani. Oké, tehát pontosan itt van megállt, pont hogy itt kéne. Igen, és bekapcsoljuk közben, hogy csinálja a mezőt. Mert ugye az a trükk itt, hogy valahol nincs jól megcsinálva a mező. Jó. Na, majd nem tudom, mi lesz vele. Jó, ez is végződ. Permetezőt kéne újraindítani. Na, továbbra se jó valami. A következő munkást a másik irányból fogjuk ráengedni a ugyanerre a részre. És akkor elméletileg az előbb meg fog állni, mint ami most csíkot beleszántottunk. És akkor ahol az megáll, meg a mostani beleszántás közötti egész részt meg kell csinálni. Akkor biztos abban van a hiba. Jó, de hogyha az végez, utána hogy állunk a munkákkal? Aha, hogyha az végez, akkor készen vagyunk tulajdonképpen. Viszont nem tudom, a tehenek hogy állnak. A tehenek nagyon rosszul, azoktól nem lehet hajtani az időt. Akkor meg kell csinálni a teheneket, mielőtt a következő napi munkákba fognánk. Oké, hát szerintem az lesz, hogy akkor, amint most végez a munkás, akkor nem fogom fölpörgetni az időt, hanem foglalkozunk a tehenekkel, meg fát vágunk, meg ilyenek. Nem kell nekünk olyan vadul az aratásra menni. Na, csak végezzen ugye az a kedves munkás. Nem tudom, mi baja.
Hát ez hülye. Na jó. Szerintem az a baja, hogy lelóg a fűre a vége a szerszámnak, és azért ilyen furcsán csinálja. Tehát most nem lóg le a vége a fűre, most fölveszem a munkást. Most se tudja csinálni. Talán már be van permetezve a föld. Jól leszarom. Oké, hát akkor ennyi volt szerintem a Sosnovka mai része, 223 tehénnel és 1 óra 56 perces munkával zárjuk a negyedik részt. Aztán a ebéd után jövök az ötödik résszel, szerintem abba vágunk fát, gondoskodunk a tehenekről. Beindítjuk a favágást, igen, ebéd után. Köszönöm a figyelmet. Jók legyetek!